Izgalmas összecsapások, gyors szerelések, precíz döntések és kiváló hangulat. Hosszú kihagyás után tért vissza a Stihl Országos Fakitermelő Bajnokság döntője a Soponyai Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztiválra, ami ezúttal is nagyszerű helyszínnek bizonyult. Az egésznapos megmérettetésre kifejezetten sokan voltak kíváncsiak, a nap végén pedig a dobogó legmagasabb fokára a Rittlinger Robert Juhász István, Bakó László és Bakó András összetételű Ritrovi Kft. Mecsekertő Zrt. Csapat állhatott fel, akik az Orfűi regionális fordulóból győztesként jutottak be a szeptember 2. döntőbe. Nagyon örülök neki, hogy ezt sikerült így végrehajtanunk, hogy mind múlott, tehát apróságokon, tehát a fa éppen hogy hasad, nekünk egy pici szerencsésebb volt, mint a többinek. Megtettünk mindent, mi is, mint a többi csapat, de most felénk pattant a labda, úgyhogy nagyon pozitív vagyok ezzel kapcsolatban. Személyesen nekem nagyon sokat jelent, jó? Nekem ez volt a 6. ilyenem, tehát én 6-szor már sikerült nyerjek. Ebben a felállásban ez a 2. Sok érmünk is van ez mellett, de most az elsőségekről. Tehát én igazából nyilván ez a cél. Megteszünk mindent, hogy ez összejöjjön, mégiscsak az ország legjobb csapata lettünk így. Tehát mit szerethetnénk ettől többet? A 2. helyen ezúttal a Bükzsérci győztes Északerdő Zrt. Encsi Tűz csapat végzett. Kmet Szabolcs, Hudák Péter, Jacenko Krisztián és Lukács Zsolt András az első fordulóban még viszonylag sokat rontott, de végül fejben összerakták a 2. kört. A dobogót remeltük. Sose gondoltuk volna, hogy már voltunk már 3. okországoson Stihlen, de viszont tudtuk, hogy nagyon erős csapatok vannak. Ugye így, ilyenkor már összetömörülnek a csapatok, és a legerősebbek jönnek ide az országosra. Az első kör után nagyon el voltunk szomorodva, mert rosszat mentünk megint úgy, ahogy szoktunk. És akkor a 2. kellett javítani, de ahogy számolgattunk, mi 3. helyet számoltunk, nagyon örültünk a 2. helynek. Az ég kék, a fű zöld, az Északerdő csapata pedig dobogós. Idén rendre kiválóan szerepelt a versenyeken a Bajna 2 Alba Berkenye Kft. 4-ese, ami már előrevetítette, hogy a döntőben is számolni kell Forgács Jánossal, Szabó Szilárddal, Szabó Zoltánnal és Rózsa Sándorral. Végül a gödöllői régiós győzelem és a fantasztikus bajnokok bajnoka versenyzés után az országos döntőben 3. helyen végeztek. A mai napot reggel úgy kezdtük, hogy a cél a dobogó. Kicsit elkesedve fogadtuk azt, ugye, mikor a Juhász Pityujék ugye csináltak egy 2:15-ös időt. Gratulálunk nekik még egyszer a csapat nevébe is. Számolgattuk, néztük a táblát, hát azt igazából az jött ki, hogy 3. vagyunk. Hát ez ettől nagyobb dopping az nincsen. Ugye a cél a dobogó volt mindenképpen. A 2. fordulóban rosszabb fát fogtunk ki, rosszabb lett az időnk. A döntésem arrébb ment 20 centivel. Igazából összevéve az egész futamot, az is jó lett volna időben. Az új kollégával igazából tavaly óta vagyunk együtt. Ő ugye akkor csöppen bele ebbe, mikor mi belevettük ebbe a versenybe, igazából büszkék vagyunk rá. Mert nagyon összeálltunk azért most egy év alatt, azt mondom, hogy teljesen plafonon vagyunk. Hát most a következő cél, hát Szeged. Szegeden egy 2. hely, de egy első is jó lenne. A legjobb 8 csapat ezúttal is ott lehet a szegedi bajnokok bajnoka egyenes kieséses kupán a Hídivásár idején. A dobogósok mellett tovább jutott még a Kaszó Zrt. Délalföld Stihl Kft., az A Minden Fáját, a Délbükki 100 Plusz, a Gement Zrt., valamint a Pilisi Parkerdő Zrt. Valkói csapata. De mit is üzen a győztes csapat kapitánya a 2024-es jövő évi Stihl országos fakitermelő bajnokságra készülő csapatoknak? Nyilván, mint ahogy az előző években is, jövőre is velünk számolni kell. Azért könnyen nem adjuk a bőrünket. Győzzen a jobbik.